A Gólyafészek idősek klubjában június 16-án köszöntötték Vida Andrásnét 90. születésnapi alkalmával. Margitka néni 40 évig dolgozott védőnőként a Dunántúlon, Tiszaszent Imrén és Tiszafüreden. Szakmai munkájának elismeréseként 2012-ben gyémánt oklevelet vehetett át. Vida Andrásné Margitka néni a Gólyafészek idősek klubjában. A munkatársak és a klub tagjainak társaságában ünnepelte 90. születésnapját. Az ünnepi alkalomra a város képviseletében Újvár Imre polgármester és Virág Tibor alpolgármester érkezett meg. A köszöntők sorát a klub tagjainak műsora nyitotta meg, majd Újvár Imre üdvözölte az ünnepeltet és a jelenlévőket. Gyira Jenő, születésnapi köszöntő. Ha van még nap az égen, úgy ma ragyogjon az, ha van még alvó élet, úgy ma legyen tavasz. Ha van még szív a földön, és van még szeretet, úgy ma üljön a világ öröm ünnepet. Ha van még Isten az égben, s hogy van, azt tudom ám, úgy ma áldjon meg téged, kedves Margitkám! És van még egy másik is, egy rövid, születésnapi köszöntő, egy ismeretlen költőverse. 90 év, 10 évre van csak a 100-tól, és ezzel dicsekedhetsz bárhol. Boldogságban, egészségben légy gazdag, mindent megkapj, amit az élet még megadhat. Tőle ezt a kis köszöntőt fogad, kívánok boldog 90. születésnapot! Virág Tibor alpolgármesterről az önkormányzat nevében szeretném megköszönni elsősorban a meghívást, mert megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk. Ugyan városunkban már évek óta bevett szokás, hogy a székkorúakat ezen a jeles napon köszöntjük az önkormányzat nevében, illetve átadjuk a kormány által küldött elismerőoklevelet is. Te mégis kedveskedünk egy kis ajándékkal, de a mai nap azért mégis olyan szempontból különleges, hogy ez most az ünnepeltnek a házában, vagy a szűkebb értelemben vett családi körében történik, hanem ahogy én tudom, és ahogy az információm helytálló, akkor Margitka néni ennek a idősek klubjára, ami gyakorlatilag alapító tagja is, nagyon régóta jár ide, és itt egy nagyon jó baráti közösségre talált. És ez is egy jó példája annak, hogyha
ilyen jeles napokban van része az embernek, akkor nagyon fontos, hogy a szerettei, a barátai és a jó ismerősei is itt legyenek és együtt örüljenek és ünnepeljenek vele. Úgyhogy ilyen tárgas körben még egy szépkorú köszöntésen nem volt alkalom részt venni, úgyhogy ennek nagyon örülök. A mai napnak ez az egyik különlegesség, a másik pedig az, hogy Margitónak egy olyan hivatása volt az élete során, amely azt gondolom, hogy külön is megérdemli ezt a méltatást, hiszen egyrészt június 13-án volt nemrégen ennek a világnapja, illetve ennek a napja, a hivatalos ünnepnapja, ugye a Magyar Védőnök napja. Én ebből az alkalomból is szeretném Önt köszönteni. Ugyan már nem hódol ennek a hivatásának, de évtizedeken át nagyon sok családnak segítette, nagyon sok kisgyermekes családnak az életét, a Dunántúltól kezdve egészen a Tiszántúlig bezárul, és így végül Tiszafüreden fejezte be pályafutását. És ugye önmagában, ha megnézzük, hogy a Magyar Védőnői Szolgálat sem véletlenül hungarikum, hiszen talán sehol a világban nem találni még egy olyan szervezetet, amely ennyire a szülőkön kívül közel egy kisgyermekhez, közel áll a családokhoz, és segíti a gyermek nevelésében, ápolásában a szülőket. Ez idén, ha jól számoltam, már 106 éves volt, úgyhogy én minden védőnőnek ezúton is megköszönöm a munkáját, és hát Margit Karinének is, hogy itt évtizedeken át segítette a tiszafüredi családokat, illetve a tiszató környéki településeken, Szentimnél is dolgozott, és nagyon sok családnak segítette a munkáját. Ilyenkor, amikor szívkorú köszöntésén vagyunk, akkor az életpályát, egy méltatást is felolvasunk, ugye szeretném megkérni, hogy hallgassák meg szeretettel. Vida Andrásné Fehér Margit 1931. június 23-án született Egyeken. Elemi iskoláit szülőfalujában a polgárit Tiszafüreden végezte. Ezután Debrecenbe került a védőnőképzőbe, az első évet ott végezte. Mivel a védőnőképzés Debrecenben megszüntették, a további tanévekben Szegeden tanult. 1951-ben diplomázott, védőnő és ápoló képesítést szerez be. Akkoriban központilag határozták meg, hogy kinek hol kell mennie dolgozni. Margita néni először a Dunántúlra került, Somogy megye Balcsi járásába. Öt községben dolgozott, amelyeket három idős orvos mellett látott el. Margita gyalog és kerékpárral járta a területét, a busz és vonat közlekedés még akkor nem volt számottevő. Munkájában nem csak az anya és csecsemővédelem, hanem az egészségügy, szociális segítés és az óvodaiskola egészségügy minden feladatát el kellett végezni. Ma már alig emlékszünk rá, de akkoriban sok járványjal is meg kellett küzdeni, például tínfusz, trahóma, gyermekbénulás vagy TBC. 1956. január 1-ével Tiszaszent Imrére kérte magát, ahol közel 20 évet dolgozott, Szent Imrén kívül Újszentgyörgyön és az állami gazdaságban élő családok ellátásában. 1975. májusában Tiszafüredre került, itt már hatan voltak védőnők, és az iskola védőnői munka is jelentős volt. 13 év után, 1988. január 1-ével ment nyugdíjban, utána azonban még mindig dolgozott 3 évet, 1991-ig. Munkája ismeréséről 2012. június 13-án a védőnők napján Budapesten megkapta gyémántoklevelét, amelyet a hosszú éveken át kifejtett szakmai tevékenységért kapott. 2015. június 13-án pedig emlékapot vehetett át a Védőnői Szolgálat 100 éves jubileuma alkalmából. Pályafutása során megyei főorvosi és szoddicséretben, illetve kiváló dolgozó ismerésben részesült. Családi élete 1956. februárjában kötöttek házasságot Tiszaszent Imrén, férjével a Dunántúlon ismerkedtek meg. Idézőjelben tulajdonképpen ő jött velem ide a Tisza mellé, úgyhogy mondjuk a nyilván. Férje a közigazgatásban dolgozott, 1957. márciusából megszületett Judit lányuk, aki főiskolai tanulmányai után Budapestre került. Ott alapított családot, dolgozott és további felsőfokú tanulmányait folytatta. Margitka munkája megszületése után a nagymamai teendőkből is kivette részét, éveken át sokat segítette a családot. 1988 óta özvegy, egyedül él, de mindig számíthat szerető családjára, és az idősek klubjában is jó közösségre talált. Lényegében a klub egyik alapító tagja 2012-től. Otthonában, amit csak tudomálom elvégez, ragaszkodik a rendszeres mozgáshoz, sétához, kisebb bevásárlásokhoz, szabadidejében szívesen olvas, tévézik vagy rádiót hallgat.
Volt kollégáival tartja a kapcsolatot, régi gondozottja is gyakran megszólítják, szívesen emlékeznek vissza a régebbi időkre. Ez Margita Lénynek a rövid élettörténete, pályafutása, amelyhez szívből gratulálok. Hiszen ha belegondolunk, hogy azért abban az időszakban még a kisebb falvak között is jobbá kerékpárral lehetett közlekedni, vagy összehasonlítva az akkori védőnőink a körülményeit a mostanival, azért is több járványjal, több nehezebb betegséggel kellett megküzdeni, azért sokkal nehezebb volt ezt a munkát elvégezni, és nagyon komoly rátermettséget, kitartást igényelt, úgyhogy minden elismerésünk, és szeretnénk az önkormányzat nevében a kalpolgármester úrral jó egészséget, sok boldogságot kívánni, és nem éltessen a Vikaményet 2010 születésnapjára gratulálva, és tapsoljuk meg a Vikaményet. Elhangozunk az ajándékainkkal, de mindenek előtt még szeretnénk Horváth Norbert Viktor miniszterelnök úr jó kívánságait is, ugyanis Magyarország kormánya szépkorú polgárainak, ilyenkor ebből a jeles alkalomból mindig egy oklevelet adományoz, szintén a tiszteletére jöjjön, úgyhogy fogadja. Hát sok szeretettel. Szeretnék őt is kívánni. Nagyon szépen köszönöm, és mindent nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, ugyanakkor köszönöm a szeretett társaimnak is, hogy megjelentek ezen a neves napon, és szeretetükkel önmagukat kifejezni. És semmit fogadom képen kockoltuknak. Az önkormányzat által vásárolt tekintélyes méretű csokoládétortán ott díszelgett a 90. születésnapot hirdető két kisgyertya. A tűzijáték után a torta felszeletelése következett, majd kellemes beszélgetéssel ért véget Margitka néni születésnapi ünnepsége.